tudom, nem tudom. Ez egy nehéz iskola, tehát ezt tanulni kell, tanulnunk kell az NB1-et. Hát az ember mindig csak abban bízik, hogy az elkövetkezendőben, tehát hogy tanulunk belőle, és hogy ez jobban fog működni. Ezeket a mondatokat a Dunaújvárostól elszenvedett hazai vereség után mondta Kovács Péter. A szakember akkor még bízott abban, hogy irányításával előbbre léphet a csapat, szerdán azonban kiderült, hogy a remélt javulást már mással a kispadon érheti el a KKC. Kaptam ezzel egy írást, hogy felment ez a két hétre munkavégzés alól. Szerintem ez a elbocsátja szép üzenetnek a kezdete, hogy miért ebben a formában, arról sincs információm. Természetesen az ember ezt mindig nehezen éli meg, hiszen megpróbálja a legjobban elvégezni a munkáját, el kell fogadnom. Tehát amíg az embernek főnök van, az élet bármely területén, ez elkövetkezhet. Kovács Péter nyáron érkezett az élvonal újoncához. A szakembernek 7 bajnoki mérkőzésen 2 győzelem és 5 vereség a mérlege. A Magyar Kupában egy kört ment a Kisvárda, majd az NB1-ben Szegeddel szemben búcsúzott a sorozattól. A szakember szerint még időre lett volna szükség ahhoz, hogy eredményesebb legyen a csapat. Az biztos, hogy nagyon nehéz a csapatot formálni, főleg úgy, hogy ilyen valójában sok nemzetből tevődik össze a gárda, hiszen ha jól belegondolok, a kezdő 7 csapat, 7 játékos, ugye a 6 nem magyar. Na most itt nagyon megnehezíti a dolgot a kommunikáció. A közös gondolkodás, a közös kommunikáció, az utasításokat, a kiadásra, hiszen az egyik játékos csak portugálul vagy spanyolul beszél. Aztán vannak az ukránok, akik ukránok, néhány játékos beszél ugye angolul. Akkor tudok kommunikálni, de egységesen igazából nem tudtam a csapathoz hozzászólni. És ez leginkább mérkőzésen úgy csapott ki. A Kisvárda legközelebb péntek este 18 órakor lép pályára, akkor a tabella 6. helyén álló Vácot fogadják Kucserováék. A hazaiakat a korábbi másodedző Dévényi János irányítja a találkozón.